Szeretettel üdvözlünk mindenkit a 18. hét első hír összefoglalójának apropójából, melyben beszámolunk a Max Payne 3, illetve a God of War 4-el kapcsolatos hírinformációkról, és végre hála az Istennek bejelentették hivatalosan a Call of Duty Black Ops 2 érkezését is, és ezekről bővebb információkat a bőséges mennyiségű rövid hírek után kaptok majd. A FutureMark veteránjai összeálltak, hogy megalapítsák a Siri Interactive-ot, és az új fejlesztő csapattal belekezdjenek a Reset készítésébe. A kóporientált játék még a felső kategóriás gépeket is remegésre bírja majd, hiszen a csapat saját grafikus motort készített a programhoz. Free-to-play verzió érkezik a Ubisoftos Silent Hunterhöz online alcímmel. A játék böngészőben játszható verziója Adobe Flash Player 11-et használ, és még egy minimális játékmenetbeli változtatásra is lehet számítani. A Kickstarter segítségével újabb klasszikus cím tér vissza a múltból, ez pedig a Shadowrun Returns, amire több mint 1,8 millió dollár érkezett a rajongóktól, így már a plusz tartalmak is belekerülhetnek a játékba. Még idén a polcokra kerül a CryEngine 3-as verziója által hajtott Sniper Ghost Warrior 2, ami a City Interactive legjobban várt címe. Ezt a titulust látatlanba a realisztikus sebzésért és persze a grafika kidolgozottságáért kapja, de remélhetőleg a játék élményével fogja kiérdemelni. Újabb Fable játékot köszönhetünk köreinkben, ez pedig nem más, mint a Fable Heroes. A program eldobja az elődök által felállított szerepjáték stílusvonalat, és helyette felveszi a beat'em up style-t, ami ugyan nem megszokott, de 800 Microsoft pontért egy négyfős kópa Fable világában bizonyára megtérülő befektetés lesz. Mindig szomorú egy törölt projektről beszámolni, de sajnos nem minden játék éri meg a befejezést. Mint nem olyan rég kiderült, a Bayonetta folytatása is erre a sorsa jutott, legalábbis a Sponge jelentése szerint. A Crysis 3 környezete hasonló kidolgozottságokkal lesz felruházva, mint a Skyrim, bár a Crytek egyik szóvivője elmondta, hogy ne számítsunk akkora távolságokra, mint a szerepjátékban, de a meglévő területek részletessége már vetekszik a Skyrim világáéval. Augusztus 13-án jelenik meg PlayStation 3-ra, Xbox 360-ra, Vitára, Wii-re és Wii U-ra a Madden NFL 13, ami a sportág legnépszerűbb szimulátora. A grafikán kívül a játékmenet is finomodott az elmúlt időszakban, így egy megújult programot kapnak a kezei közé a felhasználók. A Blizzard összehozza a világot a Global Play funkcióval. A mód lehetővé teszi, hogy ne legyen regionális korlátozás a multiban, és az aukciós házban is kereskedhetünk majd az amerikaiakkal vagy az ázsiaiakkal. A rajongók által támogatott Project Cars átportolódhat a Nintendo Wii U-jára is. Hogy a játék mennyire használja ki a konzol által nyújtott lehetőségeket, arról egy az internetre kiszivárgott kép árul el némi információt. A Wii U-s verzióval a kontroller kijelzőjére továbbíthatjuk a képet, hogy a lakásban bárhol játszhassunk az autós őrülettel, de ennél kisebb funkciókat is betölthet. Működhet visszapillantóként, valamint a térképet, vagy akár a box utcai srácokat is menedzselhetjük majd innen. Sok pletyka keringett az elmúlt hetekben, miszerint lehetséges, hogy a Crytek a Time Splitters 4. epizódján dolgozna. Ezekről azonban kiderült, hogy egy cseppet sem igazak, és ezt a jelenleg fejlesztés alatt álló címekkel magyarázták, mint a Crysis 3, a G-Face, a Warface és a Reze, így ezek mellett a nevek mellett már nem fért volna meg a Time Splitter. Az viszont nem valószínű, hogy elvetnének egy ilyen projektet, esélyesen visszanyúlnak még a címhez, ha a jelenlegi fejlesztéseik a végükhöz érnek. Ha igazán ütős PlayStation exkluzív címet keresünk, akkor a God of War a legjobb választás ahhoz, hogy kielégítsük az igényeinket. A több játékos lehetőségeket online és offline is élvezhetjük majd a God of War 4. részében, mind kompetitív, mind pedig kooperatív módozatokban. Az ígéretek szerint a kampánymódot minőségileg nem fogja befolyásolni a multi jelenléte, bár most egy kicsit rövidebbre sikerült az egyjátékos történet. A trilógia előzményével vehetjük fel újra a fonalat, amikor is Kratos próbál megszabadulni Árésznek tett esküjétől, hogy aztán bosszút álljon rajta a családja miatt. Már csak hetek kérdése, hogy elérhetővé váljon Xboxainkra a Dragon's Lair, ami ugyan már ellátogatott a konzolra, de jelenlegi formájában eddig még sosem. A mesefilmet most Kinectes támogatással tolhatjuk végig, de lehetőségünk lesz kontrolleres irányításra, és persze mindenféle belenyúlás nélkül is végigvihetjük a történetet,
illetve még a kooperatív mód is sok szórakoztatással kecsegtet. A megjelenésig már nincs sok idő, szóval a rajongók készüljenek. Xbox 360-ra, PlayStation 3-ra, Vitára, 3DS-re és PC-re is érkezni fog a Sonic and Sega All-Stars Racing folytatása. A Sonic szereplőkkel és Sega klasszikusokkal megtöltött versenyjáték ismét hozza majd a minőséget a 2012-es év végén. A Mario Kart játék menetére hajozó programban a száguldozás mellett egymás életét is meg kell majd keserítenünk a pályán elszórt power-upok felhasználásával. A multiplayer a fair fegyver használattal elérte a kifinomult formáját, így már csak az ügyessége múlik, hogy kivédjük-e az ellenfelünk által indított támadásokat. Az NBA rájátszás szünetében végre lehullott a lepel a Call of Duty Black Ops 2-ről. A játékban egy újabb hidegháborút kapunk, csak hogy ezúttal az évszám 2025 lesz. Megjárjuk majd a Közel-Keletet, ott leszünk Los Angeles ostrománál is, de a leglényegesebb mégis az, hogy egy non-lineáris kampányt kapunk, tehát a menüben választhatjuk ki az aktuálisan kiszemelt helyszínt és küldetést, így több szerepet is betölthetünk majd a játék során. A PC-s verzió DirectX 11-es támogatással érkezik, de az ígéretek szerint az átalakított motor a konzolokon is szépen fog majd teljesíteni. A Black Ops 2 november 13-án érkezik a boltokba. A Rockstar hosszú távra tervez a Max Payne 3-mal, mivel több frissítést is szeretnének hozzá készíteni. A legelső júniusban érkezik meg mindhárom nagy platformra. Természetesen szó sincs ingyenes DLC-kről, hiszen nem a hibák javításán, hanem a játék élmény csiszolásán és a lehetőségek megnövelésén lesz a hangsúly. A Local Justice DLC-vel megkapjuk a Police Precinct térképet, ahol Deathmatch, Team Deathmatch és Gang War játékmódok lesznek majd játszhatóak. Ezen kívül kapunk még tárgyakat, kihívásokat és játszható karaktereket is a csomaggal. A nyára még 4, az őszre pedig 2 további letölthető tartalmat ígérnek az alkotók. Ezzel meg is köszönném ezúttal a figyelmeteket, hamarosan jövünk a folytatással, sziasztok!